nem okoznak már gondot a Sárpatak utcai fekvőrendőrök a környékbelieknek. A sebességkorlátozó útelemeket a közelmúltban átépítették, ugyanis túl magasak és meredekek voltak, ami sok gépkocsiban kárt okozott. A probléma körülbelül 20 éve áll fenn. Észrevettük azt a problémát, és a részönkormányzat keretéből, illetve az önkormányzattal együtt próbáltuk megoldani, át kellett építeni. A helyszínre Wintermantel Zsolt polgármester, Páli József a körzet önkormányzati képviselője, Cserna Sándor közbiztonsági referens, valamint dr. Terdik Tamás, újpesti rendőrkapitány is kilátogatott. A rendőrszemmel azért fontosak a fekvőrendőrök, mert egy, lassítják a forgalmat, kellő óvatosságra intik a járművezetőjét, három pedig, most ez a kialakítás, amit Káposztásmegyeren végrehajtottak, ez pedig az autók biztonságát is nagy mértékben megnöveli, hiszen ezzel a megoldással, ami nem annyira meredek, mint ami eddig volt, így a olajteknő, illetőleg a gépjárműnek az alváza éppen maradhat, ami a későbbi balesetek bekövetkezése szempontjából egy kockázati tényezőt jelenthet, ez a megoldás pedig ezt kiküszöböli. Idáig 5 fekvőrendőr korrekciója valósult meg, és a tervek szerint a javítások tovább folytatódnak. De jövőre is szeretnénk folytatni, az egész lakótelepen szeretnénk, ha minden fekvőrendőr biztonságos legyen. Nem csak Káposztásmegyeren, de Újpest más pontjain is javulnak a közlekedési körülmények. Az önkormányzat beruházásaként kiépül a Párizsi és a Virág utca Földút szakasza, az Anonymus utca és az Aténi utca között. A korábbi földutat szilárd aszfaltburkolat váltja fel, mintegy 250 méteres hosszúságban. Ennek köszönhetően Újpest központi területein már nincs több földút.